Szóval, Arduino bevezetővel kezdünk ismét, és hát az Arduino-ról annyit érdemes tudni, hogy egy kis számítógép nagyon sok, nagyon primitív ki- és bemenettel. Tehát szemben egy PC-vel, aminek van mondjuk USB portja, meg talán még néhol nyomokban soros párhuzamos, de inkább kiveszőben. Ennek ugyanúgy van egy kis USB portja, meg ugyanúgy van soros portja, de még több ilyen kis egyenként föl a kapcsolgatható pici ki- és bemenete, amikkel mondjuk úgy, hogy a legprimitívebb hardvereket lehet meghajtani. Hogy mire gondolok primitivitás alatt? Például, hogyha egy USB portod van, akkor arra egy relatíve összetett dolgot tudsz csak rádugni, mondjuk egy pendrive-ot vagy egy nyomtatót, míg ide akár kis pici lámpácskákat, nyomógombokat is tudsz csatlakoztatni, így gyakorlatilag mondjuk úgy hardware közeli dolgokat tudsz csinálni, tehát például házautomatizálást, öntözőrendszert, akármit, vagy például géphez kötve tud twittelni, ha lehúzod a WC-t. Ami ennek a lelke, az hasonló a géphez egy processzor, ezt itt mikrokontrollernek nevezzük, azért mert ebben az egy tokban benne van maga a feldolgozó egység, ez egy 16-20 MHz-en futó kis cucc, tehát nagyjából a 70-es, 80-as éveknek a számítási teljesítménye. Van benne a kódodnak 16K flash memória, ugyanaz a flash memória, ami a pendrive-odban is van. Van rajta fél kilobájtnyi úgynevezett EEPROM, erről majd egy későbbi alkalommal fogunk beszélni, hogy hogyan lehet tárolni ilyen mondjuk egy config dolgokat, tehát mint egy ini file vagy a registry. Ezen kívül van egy kis RAM-ja is, 1 kilobájt, ebbe vannak az ideiglenes változók, stb. Ez, amint kikapcsolod az eszközt, elvész a tartalma. Mondtam, hogy a 70-es, 80-as évek színvonala, ennek megfelelően a 70-es, 80-as évek nyelvén C-ben, C++-ban fejlesztünk rá, ami annyira nem rossz, mint ami ennek hangzik. Van hozzá egy nagyon szép fejlesztőkörnyezet, itt a hátam mögött látható a képe. Ezt letölthetitek Windowsra, Macintosra, Linuxra, az arduino.cc honlapról. Teljesen szabad szoftver, mint látjátok, magyar nyelvre is le van fordítva az összes menüje. És éppen rajta van az egyik ilyen példaprogram, amivel szemléltetni szoktuk, hogyan működik a hardware. Nem tudom, programoztatok már valamilyen nyelven? Hogy? Te? Nagyon, akkor pláne tök jó. Akkor neked így Arduino tapasztalat? Pikekkel foglalkozol, nagyon jó. Hát nem tudom, pikeket mivel próbáltok ki. Ugye standard programjánál van a Hello World, Arduino-nál mi ezt a Blinket használjuk, ami annyit csinál, hogy az egyik digitális ki- és bemenetre van rákötve egy LED, és ezt lehet villogtatni, és itt látszik, hogy körülbelül egy Arduino program hogy is néz ki. Ez valid C++ kód, csak egy kicsit meg van pimpelve, hogy egyszerűbb legyen kezdőknek elsajátítani, tehát van egy setup és van egy loop rész, ez a két rész, aminek mindenképp szerepelnie kell benne. A setup rész közvetlenül bekapcsolás vagy újraindítás után egyszer végrehajtódik, ebben lehet például esetünkben bekapcsolni, hogy ez a digitális kimenet, amire a LED-et kötöttük, ezt ugye a 13-as értéket adtuk neki, hogy ez pontosan az egyszer a legelején kerüljön kimenetként való beállításra. És utána van a loop, amit pedig ameddig be van kapcsolva és áram alatt van az eszköz, addig úgymond végtelen ciklusban végrehajtódik. Nyilván ezt a háttérben ő ilyen kis segédkódokkal oldja meg, hogy ez így működjön. Tehát a végén neked ebből egy kész feltölthető állományod lesz, amit ő föl is rak. Hogy ezt mennyire egyszerű kezelni, azt úgy tudnám demonstrálni, hogy rákötöm a gépre. És ugye van itt az egyik végén egy USB port, az simán bele a gépbe. Linuxon nagyon szépen fölismeri a drivert magától, más OS-ekre lehet, hogy drivert kell letölteni, és ezek után azt mondom, hogy egyrészt lefordítom, ezzel a kis pipa jelű gombbal lehet kérni, hogy csak fordítsa, de ne töltse fel az eszközre, akkor ki is írja, hogy egyrészt mekkorára sikerült a futtatható fájl, másrészt mennyi hely van úgy egyébként az eszközön, tehát most a 16K-ból van 14K-nk, mert 2 kilobájtot elfoglal az, hogy rajta van egy olyan kis bootloader, ami azért felel, hogy te tudjál úgy is tölteni rá dolgokat, hogy nem kell külön programozó egység hozzá. Tehát ha neked van egy Arduinod, meg egy USB kábeled, akkor tudod is használni, nincs semmi gond.
és egyébként is valami villogós fut rajta, hogy látni fogjuk a különbséget, hogyha ezt rátöltjük. Gondolkozik egy kicsit, és most már ilyen kicsit lassabban 1 herccel villog. Tehát gyakorlatilag ezt a programot hajtja végre, ami a hátam mögött van. Először high, vagyis ez digitális jelek esetén az Arduino-n 5 voltot jelent, tehát 5 voltra fölkapcsolja a LED lábot, aminek ugye 13-as értéket adtunk, vár 1000 millisekundumot, majd lekapcsolja, és vár megint 1000 millisekundumot, és mivel ez ugye végtelen ciklusba fut, azt kapjuk, hogy szépen 1 herccel villog ez a kis lámpa, és mindenki örül, hogy működik. Talán ennyit is az Arduino-ról. Nem tudom, van-e kérdés, ami valamerült, akkor te használtál már neked valami, ami szokatlan talán? Pikután. Jó. Nagyon rossz. Nagyon jó egyébként a kérdés. Az Arduino az ugye ezt az AVR chipet használja, és az AVR chipnek van egy olyan lehetőség, hogy watchdog, ami hát gyakorlatilag mint tényleg itt a házőrző kutya, arra jó, hogy őrizze a programot. Beállíthatsz egy időt, mondjuk 2 másodpercet, hogy a watchdog 2 másodpercig legyen engedékeny, és neked rendszeresen úgymond meg kell nyugtatni, és hogyha 2 másodpercig nem kap a legutóbbi nyugtatáshoz képest egy resetet, akkor az egész eszközt újraindítja, tehát ezzel lehet például olyat csinálni, hogy ha nekem mégis lefagy a programom, ami lehet akár egyébként tökéletes a programom, csak mondjuk mit tudom én, elektromágneses sugárzás vagy impulzustól olyan állapotba kerül mégis, hogy lefagy, akkor ez a watchdog timer a bizonyos meghatározott időn belül újra fogja indítani. Nyilván ebben benne van az is, hogyha szarul írtam meg a programomat, és egyébként mondjuk 3 másodperc alatt végezni egy feladatot, tenni meg egy 2 másodperces watchdogot ráállítottam, akkor az kegyetlenül le fogja lőni közben. Tehát ő nem tudja, mit csinál a program, az azt nézi, hogy lejárt az időd, lejárt, akkor újraindítalak. Tehát lehet ilyenekkel játszani például. Ami még Arduino-n egyébként szintén ilyen végtelen ciklust okozhat, hogyha nem megfelelően nyúlsz a hardverhez, akkor ezek a kis delay hívások, ezek valójában végtelen ciklusok, és van bennük egy ilyen figyelő, hogy mikor éri el a timer azt az időintervallumot, amit megadtál neki, ez esetben 1000 millisekundumot, és ha neki ez a timer nem nő folyamatosan, akkor ez gyakorlatilag ugye egy végtelen ciklushoz vezet, mert várja, hogy elérjen egy bizonyos értéket, ami soha nem nő. Tehát én ezzel konkrétan tök jól elárasztottam vízzel egy virágot, mert ugye gondoltam, hogy x másodpercig kell öntözni a növényt, a hardvert rosszul kezeltem, emiatt a timer nem nőtt, és szépen nyitva maradt a szelep, és jött a víz, és jött a víz, és jött a víz, aztán hát igen, annak nem lett jó vége. Szóval, a mai workshop elvileg a kommunikációról fog szólni, nevezetesen hogyan tudunk eszközöket összekapcsolni, mert úgyis mindenki ezt szereti. Legelső és legtriviálisabb az a soros port lesz, ami van ezen az eszközön. Ez ugye úgy működik, hogy itt van rajta egy USB soros átalakító chip. Ez a gép fele egy USB soros átalakítóként látszik, az AVR fele pedig az ő kis beépített soros portjaként. Ez azért is szeretjük használni, mert ez egy úgymond külön perifériaként viselkedik, tehát ha én azt mondom neki, hogy végezzen valamilyen műveletet a soros porton, az utána lehet, hogy sokáig el fog tartani, mondjuk alacsony bitsebességgel nagyon hosszú adatot kell kiküldeni, de addig nem áll a programunk, mert ezt már külön a periféria elvégzi magának. Illetve ugyanez a másik irányba is igaz, tehát attól, hogy a mi programunk fut, ha közben érkezik adat, azt egy pufferben tudja tárolni, ameddig nyilván meg nem telik a puffer, tehát kicsit hasonló, mint a régi PC-k billentyűzet, ahol túl sok billentyűt ütöttél, elkezdett csipogni egyet, a gép minden billentyű előtése már nem tudta a pufferbe betenni. Itt is túl tud sordulni, de addig egészen jól viseli. Tehát például, most kezdjük egy ilyen kis egyszerű példával, ezt a blinket fogjuk átalakítani, hogy lehessen mondjuk azt csinálni, hogy szabályozzad, hogy ez a villogó sebesség ez milyen legyen. Amivel először is kezdeni kell bármilyen soros kommunikációt, ez a serial lesz a modulnak a neve. Van egy ilyen serial.begin, és ennek a egyetlen paraméter az, hogy mi legyen a sebessége. Ezt bit per szekundumban adjuk meg, és hát tipikusan 115.200 az a legmagasabb, amit még a legtöbb eszköz tud kezelni. Tehát ez vannak ilyen megállapodott értékek, van még az 57.600,
stb. Tehát vannak ilyen berögzített értékek, ez pedig ilyen hiperterminált, ha használtatok vala, az a Windows-on a beépített terminál emulátor, nagyon szépen lehet látni, hogy egy ilyen lenyíló listából választhatsz, hogy miket támogasson. Most 9600-zal kezdjük, az egy ilyen, majdnem mondhatjuk, hogy standard, tehát ha mondjuk szétszedtek egy routert, és abban próbáltok soros portot keresni, az is valószínűleg ezen fog működni. Tehát bekapcsoljuk mindjárt a legelején, hogy legyen egy ilyen lehetőség benne, és ezek után azt figyeljük, hogy if serial.available, ez akkor fog igazat visszaadni, hogyha van várakozó adat a pufferben, és hamisat, ha nem, akkor ide berakjuk mondjuk, hogy serial.read, ez egy byte-ot fog beolvasni, és mondjuk legyen ilyen felhasználó barát, azaz olvasson be számokat, az legyen az, hogy mennyi ideig fog delayezni, és egy enterrel zárjuk le a sorokat. Ez tehát úgy fog működni, hogy azt mondjuk neki, mondjuk egy byte-ba olvassuk be, byte b egyenlő serial read, és először is megnézzük, hogy a byte az egyezik-e az új sorral. Ez azt jelenti, hogy ugye sikerült új sort küldeni. Ekkor ugye azt csináljuk, hogy beállítjuk az új értéket, erre ugye kéne egy ilyen ideiglenes változót létrehozni, delay length, ezt mondjuk inicializáljuk nullával, és kéne egy olyan, amiben meg éppen a beolvasottat olvasgatjuk, delay temp. A delay length az legyen 1000, hogy azért valamivel induljon, és akkor itt nézzük, hogy ugye ha újsor érkezett, akkor ezt a delay tempet berakjuk a delay length-be, hiszen akkor ugye véglegesítjük az adatot. Azt követően még azt kell megnéznünk, hogy ha B az nagyobb, mint a nagyobb egyenlő, mint a nulla, és kisebb egyenlő, mint a 9-es, ez tehát az, hogy számjegyet írte be a user, akkor meg azt mondjuk, hogy a, igen, itt a delay tempet le is nullázzuk, hogy utána ne ezt vigyük tovább. Delay tempet, azt ugye először is megszorozzuk 10-zel az eredeti értékét, mert ugye egyel arrébb nyomjuk az összes tizedes jegyet, majd hozzáadjuk a B-ből kivonva a nulla értékét, mert ugye a B-ben most ASCII kódolva van a nulla, ami hát ugye a számjegyek az ASCII táblában 0x30-tól 0x39-ig helyezkednek el. Ezt nekünk ugye ki kell vonni belőle, különben nagyon furcsa eredményt kapnánk. És hát ezt követően már csak egy fontos dolog van hátra. Egyrészt ezt itt át kéne írni egy while ciklusra, hogyha több karaktert írtunk be, azt mind feldolgozza, ne várjon egy teljes ciklust. És innentől kezdve már csak ide be kell írnunk, hogy ezt a változtatható dolgot használja. Most leellenőrizzük, hogy mit rontottam el. Jó, legyen kar, jobban tetszik? Na, ez a mindjárt más. Jó, készen van, és vagy működni fog, vagy nem. Töltsük fel. Föltöltődik. És akkor ő most alapból villog ugye 1 herccel, ahogyan kellene is neki. Az Arduino környezetnek van egy nagyon kiváló eszköze, ez a soros monitor, amit az eszközök menüből lehet elérni. Ez annyit csinál, beállíthatjuk itt is a bitsebesség, na itt például láthatjátok, milyen lehetőségek vannak. Beállítjuk ezt a 9600-at. Egyébként egy ilyen jó középérték debug célra, mert 9600 az tökéletesen elég arra, hogy rövid szöveges dolgokat vigyél át. És mondjuk én most azt szeretném, hogy soremelés menjen át, ez a peren, mert egyébként lehet küldeni ezt a kocsiviszát, ez a perer, és van az, amelyik mindkettő, ezt a Windowsosok szeretik különösen. És akkor most mondjuk írjunk be 500-at, akkor ugye át fog küldeni egy 5-öst, egy 0-át, egy 0-át, és egy új sort. Na, kíváncsi vagyok. Na, elkezdett egy kicsit gyorsabban villogni. Küldjünk mondjuk át neki 100-at. Most egészen gyorsan villog, küldjünk át neki 2000-et. Akkor most ilyen szépen lomha lesz. És hát láthatjuk, hogy most például mondjuk állítsuk be igazán nagyra, 5 másodpercre, és ugye amikor ezt most szépen fogjuk és kivesszük teljes képernyőről, és ilyen osztott nézetbe helyezzük, ezért kell tiling ablakkezelőt használni, azt tud ilyen szépeket.
Ugye a felkapcsolt állapotban biztosan nem végez semmiféle soros sportműveletet, mégis, ha mondjuk most felkapcsolt állapotba küldök neki egy 100-ast, tehát most világít, küldök neki, miután lekapcsol szépen, elkezd villogni. Tehát ebből is látszik, hogy bár ezen a részen nem nyúlunk a soros sporthoz, ő a háttérben elfogadta ezeket a karaktereket, szépen pufferelt, és mikor később ki akarjuk olvasni, akkor rendelkezésünkre áll. Ez az ilyen soros sportos játék az azért is nagyon jó, mert ugye egyrészt PC-n szinte minden oprendszeren, minden programnyelv tudja valahogy kezelni a soros sportot. Ugye legjobbak a Unix-szerű rendszerek, mint a Linux meg a macOS, mert az egyszerűen egy fájlként megjeleníti a fájlrendszerben. Tehát például Linuxon a USB esetén a per dev per TTY USB 0-ként megjelenik, ezt itt szépen meg is tudjuk nézni. Ott látszik a legalsó elem, tehát hogy van egy ilyen TTY USB 0. Ezt a fájlt megnyitva lehet neki gyönyörűen dolgokat kiírni, beolvasni, és így ugye gyakorlatilag megteremthetjük azt a kapcsolatot, hogy a számítógéppel vezérlünk valami valós életbeli dolgot. Például a Hexense, nem tudom, ismeritek-e, az a mi csodálatos kis eszközünk, amivel kim van a honlapon, hogy éppen itt vagyunk a Hackerspace-ben. Ezt egy Arduino-val és egy VRT54G routerrel csináltam meg. Ugye az előbb is már említettem a routereknek a jelentőségét. Hát azt ugye azért szeretjük a routereket, mert fut rajtuk Linux, van rajtuk sorosport, van rajtuk hálózati eszköz, keveset fogyasztanak, és például tök jól befér a router dobozba még egy ilyen. Tehát itt van egy ilyen ábra, hogy hogy néz ki a belseje. Tehát ugye van egy ilyen rész, egy Freeduino-ra van rákötve, ez egy olyan Arduino klón, ahol itt nincs egy USB-s átalakító, hanem egy RS-232 port, ez a kis fölül 5, alul 4 tűs kis csatlakozó van. Ennek ugye az az előnye, hogy míg az USB az nagyon meghatározza, hogy van egy host, meg van egy slave eszköz. Tehát olyan nincs, hogy te két USB-s eszközt összekötsz egymással, vagy két gépet egymással, amik hostok. Persze vannak eszközök, amik például két gépet úgy kötnek össze, hogy a kábel közepén vagy egyik végén van egy gumó, ami mind a kettő felé eszköznek mutatja magát, de nem tudsz ilyen peer-to-peer kapcsolatokat csinálni, bár az USB on-the-go szabvány most ilyesmit próbál csinálni, de ott is inkább arról van szó, hogy az eszközök megbeszélik egymással, hogy valamelyikük fölveszi a host szerepet, mert egyszerűen az USB-t így találták ki. A sorosport ezzel ellentétben lehetővé teszi, hogy két eszközt, bármilyen két soros eszközt összeköss egymással, így ez esetben például itt összekötöttem egy ilyen, van egy ilyen level shifter, ezt az IC-t, ezt az ADM32 stb. Ezt bármelyik elektronikai boltban megkapott pár száz forintért, ez feszültségszintek között tud konvertálni, mert az RS-232 szót azt arra használjuk, hogyha plusz-minusz 12 voltos szinttel megy a sorosport, de valójában lehet bármilyen más feszültségszint is, és például a VRT54G az 3,3 volttal és nullával jelzi, de ugyanazok a bitek mennek át ugyanolyan sebességgel, csak konvertálni kell a kettő között, és így el lehet érni azt, hogy nyomógombokat meg ledeket nem tudnál simán egy Linuxos eszközről kezelni, mondjuk egy routerről. Viszont az Arduino tud ilyet, és a kettőnek az egyesített terével nem bolygókapitány jön létre, hanem ilyen cuccot lehet csinálni. Itt ugye például egy olyan kis soros protokollt csináltam, hogy ESCII karaktereket küldözget, ezt ugye azért szeretjük, mert jól debugolható. Tehát ha mondjuk valami súnya nem nyomtatható karaktereket küldözgetnél, akkor azt így átkapcsolod hexanézetbe, begépelni már nem annyira tudod, viszont itt ugye sima nyomtatható karakterek tökéletesen működik. Tehát ez a ne próbáljunk meg magunknak keresztbe tenni azzal, hogy bonyolítjuk. És akkor igazából, hogy mutassak egy kis forráskódot is, hogy ez hogy néz ki. Egyrészt a Freeduino firmware, hát az Arduino kód, úgyhogy mindjárt stimmel is. Szeretjük a GitHubot, mert az Arduino kódot is tudja highlightolni. És nekünk nem ez a legfrissebb verzió kellene, hanem... Nagyon jó, itt van mind a kettő egyébként, úgyhogy egyrészt lenyitom a komponcét. Az a VRT54G-n futólásuk, hogy kell Linux alatt C-ből csinálni, mert routerre például szintén C-ből lehet nagyon jól fordítani, hiszen mondjuk egy Python interpretert, vagy Pert, vagy PRP-t felrakni egy 6 MB kapacitás routerre, őrültség.
Itt látszik, hogy gyakorlatilag annyi, hogy megnyitom a portot, ez ugye itt van definiálva, hogy ő DevTTS1-nek hívja. Megnyitom, és gyakorlatilag beállítok rajta pár flaget, ezeket én például kimásoltam egy ilyen How to Serial Port Linux keresőszóra előjövő dologból, Boldrail-be beállítom egy 9600, és egyszerűen tudok szépen olvasgatni, tehát read, az szépen blokkolni fog, amíg nem kap a soros portról adatot, és ami bejött, az szépen eldönti, hogy most neki mit kell csinálnia, és ennek megfelelően küldi ki például Twitterre is azt, hogy jé, kinyitott a hackerspace, jé, becsukták a hackerspace-t. Ami pedig az Arduino-n fut, abban azt hiszem, hogy azt kéne, hogy egy korábbi teget jelenítek meg, úgyhogy inkább a commits részbe megyek. Így, ez volt még egy jó állapot. És azt kéne megnéznünk, hogy a kompont, nem a kompont C, hanem a PDE hogy nézett ki akkor. Hát hallatlan. Ezek a mai GitHub-ok nem annyira könnyen kezelhetőek, hogyha az ember épp előad közben. Nem baj, legalább ti is tanultok, hogy kell izét kezelni. HV1, nagyon jó. De ebből miért csak letölteni lehet? Előbb-utóbb meg lesz. Egyébként nem tudom, ismerős lehet, hogy a múltkor ezt próbáltam bemutatni, hogy a Hexense-t akartuk bővíteni, hogy azt is ez, hogy hányan vannak épp odaben, azon a 7-szegmenses kijelzőn csak. Igazából ez is jó bemutatta, hogy ha már egy rendszer működik, akkor nagyon nehéz embereket arra motiválni, hogy ilyen apró, pici változtatásokat csináljanak, amitől egyébként nem lesz sokkal jobb. Na, és itt van a Hexense PDE, ennek a saját historiát hol lehet lekérni? History gombra kattintva. Nagyon jó, git import. Na, és itt lehet mindjárt látni, hogy hogy néz ki. Megcsináltam, hogy van egy red button, 4, green button, 5, red LED, 2, green LED, 3. Itt gyakorlatilag csak szimbolikus neveket adtam, hogy melyik tűre mi van kötve. Mert ugye, ha mondjuk itt utána látnád, hogy pin mode red button helyett, azt látod, hogy pin mode 4 input, mi a tököm az a 4-es, mi van rákötve. Tehát nagyon tudom javasolni, hogy így használjátok, főleg mert ez a teljesítményben nem fog csökkenést hozni, mert a C fordító, ha így define-nal adsz meg valamit, ez egyszerűen annyit csinál, hogy az első érték helyére behelyettesíti a másodikat fordítási időben. Tehát a lefordult programban már nem ezek a szimbólumok lesznek, hanem az a konstans érték, csak a forráskódod olvashatóbb lesz tőle. Ami, higgyétek el, nagyon nagy előny tud lenni. És gyakorlatilag fogom, beállítom inputra a gombokat. Ezt a height-ezt a múltkor már magyaráztam, hogy ugye ez ahhoz kell, hogy bekapcsoljam azt a felhúzó ellenállást, hogy ha nincs lenyomva a gomb, akkor ne ellebegjen a semmiben, hanem legyen fölhúzva a magas értékre. Így tudom, hogy ha magas értéken van, akkor nincs lenyomva, a gomb pedig a földre húzza le azt a bemenetet, így egyértelműen érzékelhető, hogy le van-e nyomva vagy nem. És utána annyit csinál, hogy mindig nézi, hogy le van-e nyomva a gomb, és szépen soros portról kérdezi bootoláskor először meg a netet, hogy éppen ki vagyok-e nyitva. Tehát ha mondjuk itt van egy áramszünet, majd újra bekapcsol a Hexense, akkor szépen netről lekérdezi, hogy nekem most nyitva kell-e lennem. Tehát nincs az, hogy ilyen fantom nyitások jönnek létre, hanem ő tudja, hogy neki az áramellátása az múlandó, és ennek megfelelően dolgozik. Szóval, hát igazából a Hexense-ről szerintem így is túl sokat beszéltem, de kim van a forráskódja, lehet tanulmányozni. Bármi sorosat akartok csinálni, akkor ezt tudom így javasolni, hogy próbálgassátok, mert nagyon hamar sikerélményt lehet vele elérni. Igaz, egyelőre ez csak arra jó, hogy ugye egy gépet összekös az Arduino-val, tehát ez akkor jó, ha mondjuk van egy projekted, aminek a nagy részét a gépen megcsináltad, mondjuk valamilyen magas szintű programnyelvben, és annyi kéne, hogy valami LED-del, nyomógombbal a külvilággal legyen kapcsolatod. Tehát mondjuk szeretnél egy kis kijelzőt, ami kiírja, hogy jött-e éppen leveled. Van, aki például csinál Reddithez olyat, hogy a posztja egy 7-szegmenses kijelző megjelenik, hogy épp mennyire van upvotolva, vagy akármi. Hogy bármilyen szenzor, például. Hát vagy a másik irány, igen, hogy te a gépbe szeretnéd bevinni, hogy éppen hány fok van a szobában, éppen föl van a kapcsolva a villany a szobádban. Tehát rengeteg ilyenre van lehetőség. Én például vettem otthonra egy olyan bordot, amin voltak relék. Erről majd szintén egy következő alkalommal részletesen beszélünk, egy nagy teljesítményi dolgokat hogy kapcsolja, de röviden az a bord az annyit tudott, volt benne egy kis AVR kontroller,
és volt benne illesztve 4 relé, ami 230 voltot tudnak kapcsolni, és innentől meg tudtam csinálni, hogy szépen a billentyűzetemben tudtam felkapcsolni az audio rendszer egyes részeit, tehát még végfogot bekapcsolom, sőt utána ezt scriptelni is lehetett, például megcsináltam, hogy az ébresztő óra az úgy volt, hogy időzített taskként be volt téve a otthoni szerverre, hogy reggel, mit tudom én, 8 órakor lesz szíves felkapcsolni a végfokot, másik két relével áthidalni a keverőpultot, hogy mindenképpen a kimeneten az legyen, ami szólni fog, és ezek után M-playerrel a Matrixnak a főcímzenéjét berakta, és akkor az ilyen kedvesen indult, hogy majd elkezdett erősen zúzni, és már is volt egy nagyon jó ébresztő úr, ami még a szomszédokat is felkeltette, ha addig nem ébredtek volna fel. Tehát nagyon jó arra ez a sorosport, hogy gyorsan összekösd a külvilágot a számítógépeddel. Viszont mondhatjuk, hogy még jobb dolog két Arduinot összekötni, de hát ugye USB-t USB-vel nehéz, meg ugye akkor fölmerül az is, hogy amikor programozod, akkor kihúzod, átdugod a gépedre, majd ha végeztél, megint átdugod, tehát problémás, úgyhogy ezt ők is tudják, és csináltak egy nagyon fasz a megoldást. Úgy hívják, hogy Software Serial. Tehát alapvetően az RS-232 kommunikáció nem olyan bonyolult, meg is mutatom, hogy hogy néz ki. És ebből jön az is, hogy lehet használni szoftverrel is. Igen, itt látszik, hogy hogy néz ki egyébként. Tehát annyi, hogy van egy start bit, ezzel jelzed, hogy most következik valami, és utána egyszerűen, amit át akarsz küldeni, az a bit megy át. Nyilván az, hogy melyik az nulla és melyik az egy, azt, mint mondtam, azt milyen feszültségszínnek felel meg, azt bárki bármire állíthatja. És a végén van egy stop bit, az egyébként nem is annyira kötelező, hiszen a start bitből te tudod, hogy x bit után vége van a dolognak, tehát a sorosportnak ez az egyik előnye és hátránya, hogy primitív. Tehát primitív, ezért mind a két oldalnak pontosan ugyanazokkal a beállításokkal kell működnie, különben nem, egyszerűen nem tudják, hogy a másik miről beszél, tehát annyit csinál egy vevő, hogy mikor meglátja, hogy jön egy start bit, utána tudja, hogy a sebesség alapján milyen órajelenként kell mintavételeznie a vonalat, és gyakorlatilag innentől kezdve rá van utalva, hogy a másik fél úgy küldi, ahogy ő várja, és vice versa. Tehát primitív, működik, tehát nincs például szükség külön szinkronizáló vonalakra, meg ilyesmire, de hát éppen ezért szoftveren is meg lehet valósítani. Nem is tudom, hogy van erről valami szebb leírásuk az Arduinosoknak, vagy nekem kell csak egyszerűen bemutatni. Tehát, ha megnézitek, van a sima Serial Begin, és van neki, és csinálhatsz egy ilyen Software Serial objektumot. Ha valaki C++-ban kódolt, akkor fölismeri, hogy C++-ban így kell inicializálni egy objektumot úgymond statikusan. Ennek az a jelentősége, tehát aki kódolt, ki kódolt itt C++-ban már? Jó, a new kulcs szó az, ha más nem más objektumorientált nyelvekből ismerős lehet, itt nem használjuk, azért mert nemes egyszerűséggel, ugye az megvan még mindenkinek, hogy van stack, meg van heap egy komputer memóriájában. A stack, a verem, az, ami minden egyes híváskor szépen megy lefele, kerülnek bele adatok, és mikor véget ér egy függvény, akkor onnan törlünk visszafele, így tudunk például rekurziót csinálni, így lehetnek helyi változóink. A heap pedig az, amire dinamikusan foglalhatunk kisebb-nagyobb objektumokat. Na, ebből a heap az nincsen Arduinon. Tehát dinamikusan nem tudunk soha allokálni, nyilván emulálhatjuk azzal, hogy lefoglalunk a stacken egy nagy darabot, aztán abból nem használunk ki mindent, de alapvetően így kell takarékoskodni a helyen meg a lehetőségekkel. Tehát most például próbáljunk ki, hogy akkor összekötünk két Arduinot, egy Software Serial, de ha megnézitek, ugyanazok a metódusok, tehát ugyanúgy begin, println, write, read működik rajta, meg available. Tehát így például össze tudnánk két gépet kötni, igen. Most tehát például csináljuk meg azt, hogy miután frissült ez a dolog, ezek után egy másik Arduinóra küldje tovább egy soros vonalon, hogy mire frissült, ami például használható arra, hogy összeszinkronizáljon több ilyen kis villogó csodát. Ez ugye az kell, hogy lesz egy soft, egyrészt hozzáadjuk az include-ot, ezt például a legegyszerűbben itt tudjuk megcsinálni, hogy van ez a sketch, függvényimportálás, és akkor itt ki lehet választani, van egy ilyen elválasztó vonal fönn, tudom, ne a saját képernyőn mutassam, azt én nem látjátok, a fölött találhatók a beépített függvények, ez elvileg mindegyik ötöknek, ha felrakjátok az Arduino CC-ről, az Arduino könyvtárat, ez megvan,
Alul pedig azok jelennek meg, amiket te raksz futólag a Libraries könyvtárban, van nagyon sok letölthető. És ebből mi a szoftver szeriát nyomjuk be. Ez annyit csinál, hogy fogta és ide föntre berakott nekünk egy include szoftver szeriál.h-t. Ez annyit okoz, hogy... Leesett a mikrofon. Tehát ez az include, ez annyit okoz, hogy mostantól használhatjuk a szoftver szeriál függvényeket, és létre is hozunk egy ilyen kis objektumot, ezt csináljuk mondjuk itt, hogy egy helyen legyenek az ilyenek, ezt is felrakjuk, hogy szép legyen. Szoftver szeriál legyen SOS, hogy mégse SS-szel toljuk, és ennek megadjuk ugye, hogy mondjuk nem is tudom mit mond, RxTX a sorrend, igen, ez a dolgok, ami 50% eséllyel eltalálsz, de mint az USB bedugás, a 80% eséllyel is rontod. Tehát az RX azt most egyébként hagyjuk is figyelmen kívül, azt mondjuk rakjuk ki 12-esre, és legyen mondjuk egy ilyen jól látható, mondjuk a 8-ason, mert az pont ilyen blokkhatáron van, legyen így 8-as, és akkor ugyanúgy ss.begin 9600, és te esetleg tudsz nyitni egy, vagy neked most a driverbe van konfigurálva? Nagyon jó, akkor neked is adok egy Arduino-t, és jó, adunk egy szebb, ezek a rossz Arduino-k, akkor valaki egy odaadott Arduino-t erre a célra. Te is dugd be, és indítsd el a környezetet, és hát most azt fogjuk csinálni, hogy szépen csúnyán összekötjük az Arduino-nak a vételi ágát ennek az adóágával, tehát ez ugye a 8-ason keresztül fog kiküldeni dolgokat, mint most be is rakjuk, hogy akkor amikor beállítjuk, tehát vége van, akkor azt mondjuk ss.println, és azt mondjuk neki, hogy küldje át a delay length-et, és a println-nek van egy ilyen jó további paraméterük, az, hogy hogyan kódolja, ami számoknál van jelentősége, mert ki tudja küldeni karakterként is, ASCII formában, ki tudja küldeni hexa és decimálisba, és nekünk most decimálisba szerintem teljesen megfelelő is lesz. Ellenőrizzük, hogy mit csináltam, mert nem SS, hanem SOS. Hiába. Fordítás kész. Küldjük is föl rá. És ugye annyi lesz, hogy vagy az RX-et, vagy a TX-et kötjük össze. Az a baj, ezt mindig elfelejtem, hogy az RX és a TX az ugye mindig felmerülhet benned, hogy relatív mihez képest. Tehát most RX a gép felől, vagy RX az Arduino felől. És fontos a másik, hogyha két eszközt összekötünk kommunikációs vonalon, a földet is kössük össze. Ezt főleg úgy lehet elrontani, hogyha az ember... Leállítod egy picit? Mehet? Szóval... Hogyha összekötünk két eszközt, akkor fontos, hogy a földjük is közös legyen, ezt főleg úgy lehet elrontani, és ezt én már el is játszottam, hogy fejlesztesz, mind a két eszköz rá van kötve a gépedre USB-n, úgyhogy a két USB porton és a gépeden keresztül közös földön vannak, működik. Lehúzod a notebookod az egész eszközről, és nem működik, és nem érted, hogy miért, rádugod, újra működik, tehát Ez ilyen egyszerű fizika, hogy ugye az, hogy összekötöd őket egy dróttal, az a gyakorlatilag azon a közös potenciára kerül az a két dolog, amit összekötöttél, de áram még nem fog feltétlenül folyni rajta. Főleg, hogyha olyan jó tápegységet használsz, ami teljesen izolálja is őket. Most annyit csinálunk, hogy a 8-as pint meg a ground pint össze fogjuk kötni ennek a kettőnek. Hát majd ott is fogok dolgokat mutogatni, csak most itt van notebook. És azt mondja, hogy ezt neki mondjuk kössük. Nyiss egy soros monitort a 9600-on. De mindjárt ki is cserélhetjük. Ugyan kérlek. Jó, 9600-ra van állítva, nagyon jó. És akkor a groundot összekötjük a grounddal, csak hogy előbb működik-e, az is érdekes dolog. És most megnézzük, hogy vajon a TX vagy az RX a megfelelő. Jó,
és próbáljunk meg annyit csinálni, hogy kérünk egy soros monitort, szelevi, és küldjünk be neki mondjuk 100-at. És ott átjött valami, egy kis bug meg egy 100-as, küldjünk neki 200-at, az is átmegy. Most megfordítjuk a szerepeket. Egyrészt itt becsukjuk ezt a soros monitort, hogy ne akarjon picsogni azon, hogy hirtelen eltűnt alóla minden. És akkor téged kötünk ide. Engem pedig ide. És akkor tőled most ugye csak a tápot kapná, de ugye a soros porton te is tudsz most neki küldeni, úgyhogy most te írjál be valamilyen érték. Ja, még telepíti a szoftvert, hát akkor szerintem ezt még csukd is le addig. Most itt várunk, a jobb oldalon fog elvileg érkezni majd mindenféle csuda adat nekünk. Na, próbáljunk meg egy soros monitoron mondjuk. Com6, csodás. Milyen jó az a... Nagyon jó, küldöm mondjuk 100-at. Hát ez valamire nem jött át, de... Hoppá! És most crashelt el az egész Arduino. De op, és milyen gyönyörű dolgokat hagyott maga után, de hát ilyenkor fogjuk és átváltunk egy barátságosabb környezet, sőt, nem is feltett GTK-t, nem próbáljuk ki, mi van, csak simán katolunk belőle. TTY USB 0. Aha, anyád kénye. 9600, jó. Akkor most próbálj meg rá küldeni mondjuk 200-at. És egyébként változik a villogás üteme? Most már most a földet kötöttétek össze, meg a egyik irányba... Így van. Tehát ja, ő, hogyha beír egy értéket... Így van. Ez jó kérdés, hogy most miért nem reagál erre, de... Küldj rá mondjuk 500-at? Itt van egy ötlet. Ja? Az ugye már a 8-as polcról, nem arra kéne rakni, mert nekem is beállítva. De nem, ő, tehát a főben föl van. Nem, a szoftver az már rajta van. Ja. Tehát most tőle csak tápot kapunk ilyen szempontból. Jó, hát vannak olyan dolgok, amikor... Ó, mert nincs sorlezárás, basszus. Állítsd át izére. Igen, nekem is ez volt defaultból soremelésre, hát most valami furát fogunk kapni, és így küldjünk 100-at mondjuk 2-szer. Igen, hát akkor erre az értékre csordult túl, és most elvég 19 másodperc várakozás után majd át fog állni 100-ra. Hiszen ugye rögtön utána, hogy feldolgozta, nekiállva, sőt, bocs, okosak tudják, hogy 38 másodperc, hiszen ugye egy teljes ciklust végig kell várni. Dehogy is, megvárjuk akkor már, addig akkor tudom mondani, tehát ilyen szoftver szeriát jó használni, de ugye ez, a nevében is benne, hogy szoftver, ezzel gyakorlatilag mindjárt el is vesztettük az összes pozitív tulajdonságát a hardveres sorosportnak, tehát innentől ez csak akkor aktív, op, megjött a 100-as közben, most próbálj meg mondjuk 137-et küldeni, az már majdnem lít, átjött, tehát ilyen egyszerűen működik. Ezt a GTK termet egyébként, ha valaki Linuxot vagy BSD-t használ, tudom ajánlani, mert gyakorlatilag... Hoppá! Jaj, de szép! Hát igen, most ugye a szegény TXP-re kap hideget, meleget, szerintem húzzuk is szét őket. Jaj, kérlek, az túl egyszerű megoldás lenne. Szóval a GTK termet azért tudom ajánlani, mert tényleg egy olyan beállító ablaka van, hogy a legfinnyásabb user is megtalálja rajta, tehát nincs semmi bonyolítás rajta, viszont aki meg nagyon szeret guruskodni, hogy ő mit tud a command line-ban, annak meg lehet szépen parancsori opcióban is átadni bármit, tehát ez ilyen szinte minden disztribúcióban benne van az alapcsomagokban, GTK term, lehet rákeresni. Szóval visszatérve a szoftver szeriára, tehát hogyha te épp valami más csinál a programod, akkor a szoftver szeriál nem fog neked pufferelni. Az ott úgy áll, és szerintem ezt talán még ők meg is jegyzik, hogy itt van limitation,
Igen. Igen, valamelyik beáll Interraptorra, és akkor tudsz kapni akkor is, mikor nem foglalk, tehát mikor nem vársz rá konkrétan, de akkor elveszi az idődet. Tehát addig nem, tehát ugyan meg tudja csinálni, hogy én úgynevezett Interraptot állít be, tehát ha változik az a pin, akkor megszakad a programod futása, feldolgozza a bejövő adatot, majd visszaadja a vezérlés, de addig nem fut a te programod, míg a hardveres serial portnál ez nem gond, akkor fut továbbra is. De lehet, hogy jó pár esetben ez neked nem is gond. Tehát ez tök jó arra, hogy nagyon egyszerűen összekös két Arduinót, mert tudnak kommunikálni, nagyon egyszerű a protokoll is, és hát igazából a Arduinon kívül más eszközre is jó. Tehát igazából ennyi, meg még szintén előny lehet, hogy mivel szoftveres, te mondod meg, hogy melyik portra kéred. Tehát bármelyik tükre kizavarhatod, ha mondjuk megvan, hogy neked mi az, ami kedvenced. Mondjuk itt le is írja, hogy nem mindegyik támogat Interraptot, szóval ez egy ilyen optimalizálós dolog, de hát mint technológiai megoldás, meg kell találni az optimális megoldást. Menjünk akkor tovább. Nem tudom, szeriállal kapcsolatban van kérdés? Mindenkinek tiszta, hogy hogy működik. Egyébként UART-nak is szokták mondani. Még ezen a néven találkozhattok vele. Igen, itt is le van írva, mert hogy ez az unsynchronized dolog. Universal? Bocsánat. Nyugodtan ki lehet egyébként javítani. Igazadon univerzális, és én az aszinkront akartam kitalálni. Az unsynchronized közel volt, de az aszinkron sokkal jobban fedi a valóságot. Szóval igen, tehát egy jó villamosmérnök megmondja, hogy az RS-232 csak arra szabad használni 12 voltos, minden mást UART-nak kell nevezni. De menjünk tovább, van a következő vicces dolgunk, az a TwoWire vagy I4ZC. Ide be is volt szépen töltve. Na, szemben az soros porttal, ami úgy működik, hogy két eszközt köthetsz össze maximum vele, vagy még esetleg, tehát hogyha több eszközt akarsz, akkor két módot tudsz csinálni. Az egyik az, amivel például ilyen LCD meg plazma TV-ket lehet, ha mondjuk sokat felraksz, akkor úgy lehet, hogy azokon is RS-232 van, mert ez egy baromi jó szabvány, tehát mondjuk 9600 BPS-en még azt is elviseli, hogy kihúzol 100 méter kábelt, szemben mondjuk az USB-vel, ami 5 méter után megdöglik aktív eszköz nélkül, de aktív eszközzel se vihető 25 méternél tovább, mert egyszerűen meg vagy hány hubot köthetsz be. Az RS-232 messzire vihető, és ott azt csinálják, hogy van két port rajta, és ilyen úgymond daisy chain-nelve csináltod, tehát egyik portba bemegy, másikon kötöd a következőre, és így tovább, mint amikor egyik hosszabbítóba bedugsz egy másikat, majd abban még egyet, és mindegyik egy elosztó, akkor tud működni. Körülbelül ezt tudod csinálni a soros porttal, vagy még egy, hogyha azt mondod, hogy te neked csak az kell, hogy kiüzenjél, de nem kell válasz, akkor ugye köthetsz rá több vevőt is egy soros adóra. De ugye visszafel az a probléma, hogyha ők egyszerre kezdenek el kommunikálni, akkor a busznak vége van. Erre egy jó alternatíva, ez az I4ZC, aminek szintén előnye, hogy beépített hardwareként benne van az Arduino-ban. Tehát van egy I4ZC vezérlő benne, ő TwoWire-nek nevezi, és ez gyakorlatilag, hát a nevéből is adott TwoWire, két vonal kell neki, egy adat meg egy órajel, ez a data meg a clock, és gyakorlatilag kinevezünk egy eszközt masternek, mindenki más slave, és azt lehet megcsinálni, hogy a master bármikor bármelyik slave-et megcímezheti, küldhet neki adatot, és kaphat arra választ is, tehát gyakorlatilag mindenki tud beszélgetni a masterrel, de egymással már nem annyira. Tehát ez tipikusan úgy működik, hogy mondjuk van 8 szenzorot fölkötve egy ilyen masterre, és akkor ő kérdezgeti mind a 8-at. Ha valamelyiknek adatot kell átadni, akkor legfeljebb megkérdezi az egyiket, majd a másiknak megmondja, hogy ez a neked való információ. És ilyet tök jól lehet is építeni. Azt hiszem, hogy igen, ez nem volt ide betöltve. Van nekik egy ilyenjük, hogy TwoWire. Ha-ha-ha, tényleg van neki. Mi? Nincs neki. Megöljön már meg. TV-i. I4ZC. Learning. És akkor valójában menj a Wire-re. Igen, most már TV-i, de valójában Wire-nek hívják a library-t. Gyönyörű. Imádom, hogy átnevezgetik a dolgokat. Itt le is van írva, hogy mivel ugye ez hardveres dolog, ez ismét csak bizonyos pinjein érhető el az eszköznek. Ez esetben ugye itt nézegetheted, ugye nekünk most a
ez a UNO-nak a kiosztása az, ami ezekre a bordokra érvényes. Tehát itt az alján az analóg ki- és bemenetekből fogunk mi elfoglalni pineket, és hát gyakorlatilag itt is egy beginnel kezdődik a dolog, ahol te megmondod, hogy te vagy a master, vagy te vagy valamelyik slave. Minden slave-nek van egy címe, és a címük alapján lehet megszólítani őket. Tehát ez is egy olyan protokoll, ami olyan jellegű bizalomra épül, hogy ugye elvileg bárki, aki nem tartja be a játékszabályt, az tönkreteheti az egész buszt, de ugye arra építünk, hogy mindenki betartja a szabályokat, tehát minden slave csak a neki érkező üzenetekre kezd el válaszolni. Tehát például, most indítsuk el újra az Arduino-t, hát ha nem fog elcrashelni. Ez egyébként nagyon aranyos, hogy így tud reagálni. Tehát, hogy egy kicsit följebb is húzzuk, hogy ne világítson az agyamba. Jó. És azt fogjuk megcsinálni rajta, hogy először is ismét függvény importálással behúzzuk a most épp a Wire nevűt, mert ezek szerint ez az új neve, én még túl Wire-re emlékszem. Ismét egy include-ot kapunk, nem meglepő módon. Void setup-ban annyit csinálunk, hogy wire.begin, és nyilván én sem fogom fejből vágni a pontos szintaktikát. Tehát vagy azt mondod, hogy address, és akkor ő egy slave lesz, vagy ha nem adod meg, akkor ugye írja, hogy if not specified, Jones the bus is a master, tehát akkor ő lesz a master, és hát most kezdjük úgy, hogy akkor csináljunk egy mastert, aki annyit csinál, mondom, annyit csinál, hogy szépen Wire-rel mondjuk neki áll szendelgetni, legyen mondjuk 42-es a másik cím, ugye 7 bites címeket használhatunk, ezt is itt leírja, az ugye azt jelenti, hogy 128 plusz 1 eszközünk lehet a buszon, mert ugye egy a master, és azt mondjuk, hogy wire pont, igen, ezek szerint write-tal kell neki nyomni, wire.write, és szépen mondjuk küldünk a, megint jó kérdés, hogy előbb azt küldjük, hogy kinek, vagy azt, hogy hova. Bocs, ez... Igen, begin transmission, tehát a write az a válasz lesz a cucctól, tehát neked begin transmission-nel kell kezdeni, és megmondom, hogy melyik address-re, tehát valójában így kéne, hogy begin transmission. Mission. És mondjuk a 42-es eszköznek fogunk küldeni. Wire pont, és akkor ezek után write-tal kell írni, mi? Ja. Wire pont write-tal mondjuk átküldünk neki valamit. Ezt majd tudunk. És wire pont end transmission-nel. Tehát itt akár ugye egy nagyobb adatmennyiséget is elkezdhetünk, és az end betűt hagytam ki, ezért jó a syntax highlighting. És ezt mondjuk csináljuk úgy, hogy ez egy kössünk össze két gépet mondjuk szeriál porttal, tehát is egy 9600-zal kezdünk, és azt mondjuk, hogy if serial.available, akkor azt mondjuk neki, hogy ezt küldjük, és mondjuk küldjük szépen így bytonként, jó, és akkor mindenki boldog lesz, és annyit csinálunk vele, hogy átküldjük az egy byte-ot, amit kiolvastunk, és hát talán ezt még rakhatnánk is így, hogy egyszerre több byte-ot is tudjon kiküldeni, de az tudjátok, hogy csak haba tortán, az előző példából már látjuk, hogy kellene megcsinálni, és gyakorlatilag ez nekünk így jó is lesz, ugye elindítjuk, szépen várakozik, amikor jön egy karakter, azt átküldi, majd működget tovább. Annyit kell még beraknunk, hogy ugye ha választ kapunk, azt mi szeretnénk valahogy visszaadni, úgyhogy erre az onReceive hajlandó. Nem tudom, ilyen eseményvezérelt programozás megvan-e valakinek. Tehát ugye azt, hogy eddig ugye azt csináltuk, hogy mi kérdeztük meg, hogy van-e adat, aztán ha van, akkor majd csinálunk valamit. És ezek szerint nekünk inkább az onRequest-re lenne szükségünk. Function to be coded on master request. Jó, ezek mind a kliensen hajtódnak végre. Tehát az a kérdés, hogy hogyan tudjuk megkapni, hogyha tehát az a baj, hogy mind a kettő a slave-en hajtódik végre. Tehát az lesz belőle, hogy egyrészt request from-mal kell majd kérni, hogy kapjunk tőle.
Igen, tehát ezt utána Veilable vagy Riddel lehet, szóval úgy néz ki, itt nem esemény vezérelt lesz, az majd a másik oldalon lesz. Tehát azt csináljuk, hogy az Available meg Riddel tudjuk majd megkapni, tehát kell neki egy request from. Hehehe. És az a kérdés, hogy ezt az előtt kell megtenni. Tehát ez az inédzetszé, amivel elrontottam azt az öntöző berendezést is egyébként. Tehát az inédzetszével tudsz deadlockba rakni egy eszközt, nagyon egyszerűen. Tehát most egyelőre csak küldjük ki, és aztán majd csinálunk fancy-t belőle, úgyhogy egyelőre fordítsuk le. Szerintem le is fog fordulni, föl is fog menni. És akkor legyen ez egy eszköz, és legyen egy másik eszköz most szintén az én gépemen, hogy tudjunk szépen vetíteni. És a másik eszköz az annyit fog csinálni, hogy fogja, nyit egy szeriál kapcsolatot, és majd szépen húzza be a dolgokat. Ami fontos, hogy itt már nem csak egy sima dróttal fogjuk összekötni, egy breadboardot is felhasználunk arra, hogy egyértelmű legyen, mit hova kötünk. Meg persze, hogy tudjunk oszcilloszkópozni, mert azt mindenki szereti, ugye? Szóval, aki még tudja követni, hogy mi hova van dugva, az annak jó. Most fogjuk, és ezt ugye feltöltöttük ide. Most azt mondom, hogy indítunk egy új fájlt, és ez most egy olyan legyen, hogy visszaváltunk izébe, visszaváltunk szépen tiling módba. Itt azt mondjuk, hogy a soros portja ennek az USB 1 legyen, ugye, hogy ennek meg megmaradt? De hogy maradt meg? Idiót az egész. Itt is beinkludoljuk a wire-t. És itt annyit csinálunk, hogy itt is elindítjuk, csak itt ugye egy address-szel indítjuk. Itt is 9600. If, és akkor itt jön az, hogy azt kellene, hogy onReceive-vel, igen, beállítani, hogy mi fog érkezni. Tehát azt mondjuk, hogy wire.onReceive, és ennek egy handlert kell átadni. Itt van, hogy milyennek kell a típusának lennie. Tehát berakunk egy ilyen handlert, és ebbe a loopba igazából, hát, igen, ez érdekes lesz. A handlerbe megcsináljuk azt, hogy ami mondjuk érkezett, recvede, ezt mondjuk állítsuk be nullára, és ez legyen mondjuk inkább karakter, mert azt fogunk, és boolean legyen az, hogy tehát egy ilyen flaggel fogjuk jelezni, hogy érkezette valami. És ezt azért csináljuk, mert itt nem küldhetjük ki a szerián a dolgokat, azon egyszerű oknál fogva, hogy ezt, ennek a függvénynek minél hamarabb vissza kell térnie. Tehát ez egyetlen egy dolgot csinálhat, fogja és gyorsan kimenti az adatokat és visszatér, mert az interruptban nem szabad sokáig ott tartani az eszközt, mert például az időzítést is meg lehet vele borítani elég rendesen, mert addig például a többi interrupt se hajtódhat végre az eszközön, amik például az időzítést szolgálják. Tehát a receive datából annyit csinálunk, hogy gyakorlatilag itt tudjuk, hogy a numbytes az 1 lesz, úgyhogy annyit csinálunk, hogy wire.read. Azt hiszem, az magától okos lesz annyira, hogy csak 1 byte-ot olvasson. Na, okos lesz annyira? Aha, nagyon jó. Okos lesz annyira. 1 byte-ot fog olvasni, és ugye azt mondjuk, hogy received flag egyenlő true. És ezt követően a loopban annyit csinálunk, hogy if received flag, akkor ugye serial.write, és ezt a receive datát küldjük, így egy az egybe át neki, és nyilván most a received flaget visszarakjuk false-ba, tehát ez egy ilyen postafiók dolog lesz, ebben a fő ciklusban fog futni az, hogy ha jött valami a postafiókba, azt nyomjuk ki a serial portra, és a handlerben pedig ez, ugye már csak egy dolog hiányzik, hogy a wire-ben beállítsuk az onReceive-et, erre a MyHandler-re, és már is boldogok leszünk. Lefordult, ez azt jelenti, hogy akár működhet is, és hát akkor töltsük is nyugodtan föl rá, legfeljebb nem fog működni. Ami fontos, és itt le is van írva, hogy a busz az úgy néz ki, hogy van ez a VDD, ez a tápellátás, kicsit bele is zoomolunk, ez a VDD, ez a tápellátás, és az a lényeg, hogy egy ilyen ellenállással föl kell húzni mind a két vonalat oda.
Ehhez fogok ilyen gyönyörű szép kábeleket használni. Már az előbb is örülhettetek neki. Tehát egyrészt, hát most ilyen breadboardot használunk, ennek ugye az az előnye, hogy minden sor és minden oszlop össze van benne kötve. Én most itt kinevezem az egyeset clocknak, a ketteset az ötös datának. A clockot ugye Arduinon, mindjárt megmondja, hogy hova kell bekötni. Ugye itt az elején láttuk, hogy A4-be kell az adatot, az adat az az egyes, ugye? Ezt A4-be kötjük be, a clockot azt az A5-ösbe, és ugye a tápellátást is át kell vinni, hogy le tudjuk húzni szépen oda az eszközöket. A tápellátást azt az 5 volt feliratú részen kapjuk meg, a power részen, ha van nálatok Arduino, meg is tudjátok nézni. És hát ami itt most történni fog, hogy előveszem, ez az ellenállásos dobozunk, ezt inkább akkor le is húzom róla, hogy például is zárjam rövidre az USB portodat, mert az azt mondják káros az egészségre. Vagy ha más nem, a notebookod állapota után az én egészségemre lesz káros. Ez egy nagyon jó ellenállásos doboz, tudom javasolni, hogy mindenkinek legyen ilyenje. Otthon Mr. T csinálta nekünk, szépen sorba vannak az ellenállások, tehát ha valaki tanult például algoritmusokat, tudja, hogy log 2 időben meg lehet benne találni bármilyen ellenállást, bináris keresés használatával. Most én 1,8K-s ellenállást fogok alkalmazni, a gyakorlatban azt mondják, hogy másfél-két kilóom... Mit? 10 gáz ajánlott? Én nekem mindenhol másfél kárt mondtak, de a 10 kárt kimond. És 10K-val működött, és 2K-val nem? Kipróbáljuk, aztán legfeljebb nem működik ismét, ez már úgyis hozzászoktunk. Bekötjük szépen egyrészt a táp és a cucc közé. Azt mondom, ez egy kétkezes művelet lesz. Igen, néha főleg olcsó breadboardokban nehéz belenyomni. Ugye ez belül úgy néz ki, hogy van két ilyen kis két ilyen kis fémlap, és a közé próbálod begyömöszölni, ami azért tegyük hozzá nem egy olyan egyszerű dolog. Ja, köszi, hogy nem fog leesni, az mindig előny. Igen, előbb fogom elhajlítani az ellenállás lábát, mint hogy belemenj. Csipesz? Azzal egyszerűbb, azt mondod. Hát szerintem belement, aztán legfeljebb nem. Ilyenkor van a multiméter, ő megmondjuk, hogy tényleg belemente. Átkapcsoljuk olyan módba, hogy csipogjon, hogyha van átvezetés. Illetve hát valójában ez azt jelenti, hogy egy bizonyos ellenállás alatt csipog. És megnézzük, hogy ez a kettő szerint össze van-e kötve. Nagyon jó. Ez egy boldog csippanás volt. Úgyhogy végül már csak még két kábel kell, hogy összekössük a másik Arduinóval. Szándékosan használjuk tök ugyanolyan színű kábeleket tök más funkcióra, hogy jól összezavarjunk mindenkit. Ez maradjon a kék, és akkor ezt rádugjuk az ötösre. És legyen ez a zöld, ez megint az, amit meg a négyesre dugunk. Akkor melyik a táp? A tápot azt nem visszük át a másik Arduinóra. Melyik a táp? A narancssárga. Miért nem az zöldet ütöd össze a két ellenállásra? Aha, teljesen igazad van. Milyen jó, hogy valaki figyel, mondhat, nem? Rosszabb, nehezebb több választott közben, mert azt kezdődni nem tudni, nem? Hát most mondd meg! Nem, tehát abban teljesen igazad van, hogy a két, tehát a clockot meg az adatot sikerült összekötni. Ezért van az, hogy mielőtt áramot kapcsolunk rá, nem árt átnézni még egyszer, hogy azt raktuk-e össze, ami a kapcsolási rajzon van különben. Ugye az jön elő, mint szoftvernél is mindig az a baj, hogy azt csinálja, amit kérünk tőle, nem azt, amit szeretnénk. Itt is ugye ez előfordulhat. Jó, és akkor most annyi kellene nekem, hogy nyissak mindkettőre egy soros portot. Tehát egyszer kell nekem egy GTK term a DevTT-vel USB 0-ra, ami elvileg az adó lesz. És kellene nekem az egyre is. Tehát ezt így indítom el, és indítunk egy másikat is. Jó, és akkor ezeket szépen így egymás mellé kirendezgetjük. Azt hiszem, hogy jobb lesz, hogyha ezt átdobom mondjuk egy ötös desktopra, és akkor szépen egymás mellé rendezgetjük.
Jó, bal oldalt van az 1-es, jobb oldalt a 0-as, tehát ha ebbe küldök egy betűt, akkor az átmegy. Most egy B betűt küldök, beállítom a helyi visszhangot, hogy jobban lássuk. A helyi visszhang opció ugye azt csinálja, hogyha elküldök egy betűt, azt megjeleníti a fogadó oldalon is, és akkor úgy néz ki, mintha visszaküldte volna. De hát ez tök jó, tehát hogy lehet játszani vele. Ebben ugye az a szép, hogy most ezt köthetném az ő gépére is, és akkor én itt gépelnék, ott jelenne meg. Tehát hát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy Linuxon azt meg is lehet csinálni, hogy ezek után azt mondom, hogy én kérek egy PPP kapcsolatot e fölött a soros eszköz fölött, és már is lenne egy IP layer-em, és onnantól kezdve TCP, UDP minden mehetne át, összekötnénk inégyzetszén két számítógépet egymással, és lehetne pingelni. Ebből is látszik, mi mindenre jó az OSI. Onnantól, hogy csinálsz egy fizikai réteget, onnantól az egész internet újra helyreállítható. De akkor csináljunk egy kicsit menőbb dolgot, próbáljuk ki ezt a request from-ot. De ezek után azt mondom, hogy end transmission, wire.requestFrom, ha nem formot írok, hanem fromot, ez sokkal effektívebb. És ugye azt mondjuk, hogy egyrészt hova is, nem baj, húz, még úgy sincs nyitva a request from. Azt mondom neki, hogy ezek után én szeretnék tőle kérni address quantity, hány byte-ot, én mondjuk kérek ezután mindig egy byte-ot, hogy úgy válaszoljon vissza nekem valamit, és akkor while wire.available, a felkiáltójel ugye a negáció a C-ben és a C elemi nyelvekben, és azt mondom, hogy serial.write, és visszaírom neki, amit a wire-ből kiolvasok majd. Azt nem vágom, hogy a read az ugye jót fog nekem visszaadni, ugye? Véletlenül se. Wire read. Oké, ezt se szerkesztik túl jól. Jó, és akkor ő most még annyit mond, hogy ugye kell neki egy on request. Tehát akkor most kell egy on request is. Annak majd nyilván egy saját handlerre lesz szüksége. És annyi mindent nyitottam már meg. Legyen egy on request, és abban az on requestbe fogjuk akkor lekezelni a dolgot. Itt van void my handler, így kell kinéznie. Tehát fontos, hogy a szignatúrák egyezzenek, de szerencsére le se fogja fordítani, ha nem egyeznek. My R handler legyen mondjuk. Tudom, a request és a receive is R-rel kezdődik, de ezzel jól átverjük az ellenséget, ugye? És igazából én például itt rontottam el, hogy ha te ezen a handleren kívül küldesz neki izét, akkor az Arduino az megdöglik. Illetve ez a durva, hogy a következő delay-ben döglik meg, és egy végtelen ciklusba kerül, tehát ilyet ne csináljatok. Ne csináljatok. Most azt mondom neki, hogy wire.write, és itt beküldöm neki azt az 1 byte-ot, ami most az lesz, hogy received data, és csinálok egy olyan vicces dolgot vele, hogy x-orolni akartam, igen, ezt eltalálta, csak azt nézem, hogy csináljuk meg azt, hogy a 0x, számolgatom a bitek, 40, igen, azt akartam, 40? Jó, akkor 40. Gondolkoztam rajta, hogy kijönne, de hát mert 0x41 a nagy albetű, és 0x61 a kis albetű, tehát akkor a 0x20-szal kellene? De közben lehet kijavítani bármelyikünket, tehát ebbe ez a szép. Jó, és ennek elvileg most működnie kéne. Akkor ugye ezt töltjük föl, mind a kettőt lecsekkeljük, nyilván valamit elrontottam, mit? Azt, hogy nem fejeztem be. Ezért szeretjük a C fordítót, mert szól nekünk. Akkor ezt föltöltjük erre, ez volt beállítva. Ott alul szerencsére írja is, hogy mi az aktív port. Ezt átállítjuk, hogy ennek a soros portja az USB 0 legyen. Lefordítjuk, ezt föltöltjük a másikra. Feltöltés. Nagyon feltöltés kész mindkettőben. És akkor visszajövünk ide, ahol megint csinálunk ilyet, hogy indítunk egyet az USB 0-ra, átpakolunk mindent a 5-ös asztalra. Ezt is átmegyünk az 5-ösre. USB 0 a bal oldalon, most nincs helyi visszhang. És akkor küldöm azt, hogy A, B, C, akkor még mindig nem kapok visszaválaszt. Miért nem kapunk visszaválaszt? Hallatlan. Próbáljuk meg kidibagolni. Ugye azt látjuk, hogy elvileg requestelünk tőle egy byte-ot. Kérdés, hogy request from-ot azt milyen kontextusban kell meghívni, mert lehet, hogy nem úgy, ahogy mi erre gondoltunk.
Returns nothing, ez eddig teljesen jó. Jó. Próbáljuk meg, hogy mi van, hogyha berakjuk ezt a... Egyrészt becsukjuk azért a sorosport monitorokat, mert ugye ezzel az a baj, hogy ugyanazon a sorosporton keresztül töltöm rá a programot, ez sose jó így meghagyni. Szerintem menjen így. Valószínűleg erre lesz szüksége a kis drágának. Küldjük fel ezt a nullásra. Feltöltés, és rajta is van. Jó. Nyissuk meg megint. Szerintem most már erre csináljunk egy ilyen formulát, hogy ne kelljen mindig egyesével hívogatni. Mindkettőt kérjük ide. Jó, és akkor most írjunk be a BC-t. Továbbra sem jelenik meg. Van-e valakinek tippje, hogy miért? Az a wire end transmission, az mit csinál? Azzal jelzi, hogy vége van, és azzal küldi ki igazából a elvileg a dolgot. Jaj, mert ez... Okay. Jó. Én vagyok a panda, azt csináltam, hogy ezt a while felkiáltójeles ciklust ide raktam. Azt úgy akartam, hogy annak üres legyen a törzse, és szépen ugye az annyit csinál, hogy blokkol, ameddig nem érkezik vissza adat. De valójában beleraktam a törzsébe ezt, vagyis ugye azt értem el, hogy közvetlenül utána, hogy amikor erre a sorra jutott, akkor Nem, akkor tovább megy. Tehát igazából kiadós módon kiizeltem magammal, ötösön akkor ezt úgy csukjuk be ismét. Egyébként ennyiből jó a beépített soros monitort használni, hogy az magától, amikor feltöltésre kapcsolsz, be is csukja. Tehát, mert egyébként nagyon furcsa, tehát például meglátod benne a kommunikációt, de valójában nem kapja meg. Tehát ezt furán kezelik a rendszerek, ha te egyszerre nyitva tartasz rajta dolgokat több helyen. Mit? Igen, az... Hát melyik, hogy? De a jobb oldalit ugye akkor nem kell föltölteni, akkor csak a bal oldalit nyomjuk föl újra. Jó. És akkor annyit kérünk, ja, még folyik a feltöltés, vége van. Nagyon jó. És akkor próbáljunk megírni. Nagybetűvel írom. A túloldal ugye még változatlanul írjuk ki, és akkor írjunk nagybetűket bele direkt. Shift-et lenyomom, EFGH. Tehát mondhatjuk, hogy most nyomtam egy Entert, vicces módon ugye küldött egy kötőjelet. Írjunk számokat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, gyönyörű. És akkor jön, hogy Marika néni, valaki elrontotta a billentyűzetet. Vagy a... Hát látszik egyébként, hogy a szóközök helyett is valami járt, mert ugye a szóköz az a 32-es, azaz a 0x50 megy, vagy 30... Ja, 20... És tényleg akkor pont nulla lesz, ezek szerint a 0 byte-ot nem kezeli olyan jól. Egyébként itt lehet nézetet váltani hexára, és akkor talán jobban látszik, hogy itt elkezdek mondjuk szóközöket küldeni. Várja, miért nem jön semmi? Lehet... Elvileg egy 0 byte-nak azért illene jönnie. De igazából nem vállalok felelősséget a hexa működéséért. Hoppá, nagyon tetszik, ami jött helyette, de lényeg, hogy ez a régen volt ilyen, ez a jaj, valamit megnyomtam, és most így ír, ugye? Ez tényleg volt ilyen, azóta is nagyon leparodizálni, szóval hát nagyjából ennyit a TwoWire-ről. Egy csomó eszközt lehet kapni, ami TwoWire támogat, tehát nem feltétlenül két Arduino-t köthetsz össze, hanem lehet mondjuk hőmérőt kapni, ilyen jó bővítőket, például amikor itt az elején beszélgettünk, mondtuk, hogy hát azért jó Arduino megát venni, mert annak sok iója van. Hát például így is lehet, hogy akár olcsóbban iót bővíteni, vagy lehet kapni mondjuk olyat, hogy van 16 digitális vagy analóg kibemenete, és rányomod TwoWire-ön, elhasználtál két pint, kaptál cserébe 16-ot. És azoknak akár lehet jobb is a tulajdonsága, tehát érdemes vizsgálni, hogy miket lehet így kapni. És szerencsére ez nem annyira szabadalmaztatott, mint mondjuk a később bemutatandó OneWire.
És igazából két drót az nem sok, annyi, hogy ezt azért nem lehet olyan nagyon hosszúra kihúzni, tehát ezt alapvetően egy készüléken belüli busznak tervezték, és hát igazából hát akartam egy példát hozni rá, például lehet használni memória csatlakoztatására, és akkor lehet csúnya dolgokat csinálni, mint például elmenteni nagyobb mennyiségű adatot, de attól még a változóidat nem tudod odapakolni, tehát azt mindig csak a beépített RAM-ban tudod tárolni. Van-e valakinek i4zc-vel kapcsolatban kérdése? Jó, még egy példát mondanék, az említett öntözőrendszer, hsbp.org/hack2-on lehet elérni. Annak is minden forrása kín van, az i4zc-t használ, és lehet játszani vele. Ezért azt csináltuk, hogy volt egy rossz szkennerünk, és annak a motorja az teljesen jól működött, léptető motor, levágtuk a motorvezérlő IC-nél a bordot, rákötöttünk egy Arduino-t, és ugye ahogy mozgattuk föl le a végét a csőnek, ugye a közlekedő edények elve alapján, ha lejjebb volt, mint a vízszint, jött belőle víz, ha följebb volt, nem jött. Tehát ez egy nagyon egyszerű szelep. Így nézett ki, hát konkrétan valamelyik Arduino ezek közül volt odacsavarozva, és ezt mozgatta föl le, volt ilyen jó kis disperzites falfesté. Nyilvánvalóan a cső az egy UTP kábelnek a burkolata, mert mi másból lehetne csövet csinálni, és nyilván hot glue-val van tömítve, mi mással lehetne. És ami itt számunkra érdekes, igen, egy kis petúnia, amit öntözött, hogy itt azt csináltuk, igen, ez egy ilyen mérő hozzá, hogy az Arduino-t azért használtam, mert abba a léptetőmotorra van egy kész library. Tehát megmondod neki, hogy ezekre a pinekre rákötöttem egy léptetőmotort, és onnantól kezdve ilyen magas szintű függvényt kapsz, hogy menj jobbra ennyit, menj balra ennyit. Tehát nagyon egyszerű kezelni, viszont kellett nekem időzítés is, hogy a naponta a megfelelő időpontban öntözzön. Erre pedig használtam egy olyan bordot, aminek volt Ethernet portja, meg futott rajta egy olyan kis egyszerű program, ami tudott IP-t kezelni, azon belül NTP-t, és akkor a pontos időt mindig bootkor NTP-vel lekérte a KFKI-nak az atomórájáról, amit egyébként a time.kfki.hu-n érhettek el, nagyon jó, alacsony latency, kevesen használják, és utána ugye tudta szépen vezérelni, és ugye mindkettőnek meg volt az előnye, az egyik tudott pontos időt adni, a másik meg tudott stepper motort vezérelni, egyértelmű volt, hogy i4zc-vel pont össze tudom kötni őket, itt van a bekötés a hátam mögött, tehát szépen bekötöttem i4zc-t, i4zc-t, itt még egyébként nem is szórakoztam ellenállásokkal, tehát egy csomószor, ha izé, például nem külső eszköz, hanem két i4zc-s eszköz kötsz össze, megúszszák, igen, tehát jól megcsináltuk, és működött. Volt még egy szép Pythonos GUI-t is csináltam hozzá, amiben lehetett fölle mozgatni, kalibrálni, csak aztán kipusztult szegény virág, mert hideg lett odakin. És itt volt ez a i4zc acknowledgement issue, hogy fogtam, és eredetileg a visszafele a dolgokat, azokat így simán a request handleren kívül küldtem, és innentől a interruptok elcsesződtek, és a következő delaynél, amikor várta, hogy mennyi ideig tartsa lenne a virág öntözőt, szépen ez a delay örökké ott maradt abba a loopba, és vége. Tehát a felhúzó ellenállás az azt csinálja, hogy az i4zc az úgy működik, a Wikipedia-sből itt látszik, ugye van ez a, tehát általában ezeket küldöd neki, az SDHC-et, meg még egy földet, ugye, hogy legyen mihez viszonyítani, és tipikusan ők úgy viselkednek, hogy nem húzzák le sehova az ellenállást, és amikor beszélgetnek, akkor kapcsolódnak rá, és így megoldható, hogy mindig tudják, hogy az a nyugalmi állapot, hogy föl van húzva tápfeszültségre, és ha bárki ezt lehúzza földre, akkor ezzel tud kommunikálni, és így nincs is az, hogy ő látja el árammal az egész buszt, hanem azt biztosítja a rendszer, tipikusan a master részéről. Az ellenállásra nem egy
Ezen a porton? Ezen a porton nem. Ezen a porton nincs belerakva, de többi porton meg rajta van. Hát igen, mert ugye a digitálison van értelme, de ugye az analóg port... Ide nem rakják bele. Hát egyébként nincsen belerakva? Mert ugye elvileg egyébként ez a szép benne, hogy az analóg portokat is használhatod digitális kibemenetként, hogyha nagyon kifogytál. Tehát például a múltkor mutatott LOL Shield, az csak azzal tudja elérni, hogy ilyen sok ledet meghajtson, hogy mind a 6 analóg is föl van használva, azt hiszem. Bár ez nem biztos, mert van, aki meg csinált rajta úgy pongot, hogy kis potméterrel lehetett állítgatni, hogy hol legyen az ütő. Szóval a másik ilyen átviteli lehetőség az az SPI, ami kicsit más lehetőségekkel rendelkezik. Szerintem Wikipédiának erről is lesz egy szép ábrája, ami sokkal jobb, mint hogyha én próbáltam volna szlájdokat gyártani. És nekünk a technology-ból kell a Serial Peripheral Interface Bus. Ez ugye azt mondja, hogy kihúzol minden eszközhöz, tehát itt is ugye a slave oldalára képzel akárhány slave-et, minden eszköznél van egy órajel, ez ugye ahhoz kell, hogy szinkronizálják, hogy éppen mi történik a buszon, és akkor van egy, a Moshi meg a Misho, ez a Master in Slave Out, Master Out Slave In rövidítése, tehát hogy kitől merre megy az info, viszont itt ugye annyit meg tudsz spórolni, hogy például mondhatod, hogy ha egyszerre csak egy slave beszélhet a masterhez, akkor lehet közös a master felé menő vonal, lehet közös az órajel is, ami nem lehet közös, az az SS, ami ez a slave select, amivel meg tudod mondani, most éppen kivel akarok beszélni. Tehát szemben az inédzetszével, ami úgymond intelligensebb, tehát ott ugye szépen címzés megy a vonalon, és akkor aki, mindenki hallgat a saját címére, ezzel szemben itt nagyon primitíven mindenkihez megy egy direkt kábel, ami csak arra szolgál, hogy megmond, hogy én most veled akarok beszélni, és az AVR tartalma az SPI-re is egy dedikált áramkör, tehát itt is ameddig megy a tranzakció, addig nem fogja meg a kódodat, és ez például azért nagyon előnyös, mert majd a storage-nál fogunk részletesen beszélni róla, de az SD MMC kártyák a mai napig támogatnak egy SPI-s interfészt, tehát ugyan az SDHC meg egyéb miatt támogatnak ilyen nagyon nagy sávszélességű író-olvasó műveleteket is, amivel tudsz ugye Full HD videót 28-szor egymás után ráírni, de ha neked ugye egy amúgy is eleve 16 MHz-es Arduino-val akarod interfészelni, van egy egyszerű SPI módja is, így tudsz egy közös nyelvet találni, hogy mégiscsak SD kártyát olcsón megkapsz bármikor, és mégse kell neked szórakoznod, hogy úgymond ez bitbankingnek szoktuk hívni, amikor ilyen IO utasításokkal kézzel próbálod meg leutánozni egy protokoll viselkedését, versus be van építve. És szerintem reméljük, hogy ennek is lesz egy szép referenciája, de miért is gyönyörű van neki. Hát igazából itt is össze tudunk kötni két Arduino-t vele remélhetőleg. Gyönyörű, itt is ki van téve. Ugye a két Arduino-t, tehát itt szerencsére megint nem kell ilyen fellehúzó ellenállás. Tehát ez egy nagyon primitív protokoll, és amit mi csinálni fogunk, az ugye, tehát a Moshi-nak meg a Misho-nak a kettőben ugye fordított szerepe van, egyiknél az az adás, másiknál a vétel, annyi, hogy ismét az egyiket kinevezzük masternak, másik a slave-nek, és egyébként baromi egyszerű, annyi, hogy amikor az órajel megfelelő ütemben van, akkor tudja olvasni azt a portot. Tehát igazából ezt például, ha kicsit megerőszakoljuk, akkor még akár shift regiszterek feltöltésére is lehet használni, hogy szépen A shift regiszter az ugye egy olyan, hogy amikor lépteted az órajelet, akkor egyel beljebb csúsztat minden bitet, és amelyik ugye így keletkezett egy ilyen üres bit, oda berakja a bemenetet. Tehát itt szépen bitenként föl lehet tölteni egy... Nagyon, nagyon szakszerűtlennek érzed a leírását? Akkor jó. Én mindig kicsit félek, amikor mondjuk úgy szakértőbbek is itt vannak. Hajjaj. Szóval SPI-vel is gyönyörűen lehet kommunikálni két Arduino között. Meg is mutatom a példát akkor. Nézzük, hogy szeretné az ő kis kódolásában. Jézusom. Igen, itt már sokkal több mindent be kell állítani, mert a primitivitás azzal jár, hogy több paraméterben kell megegyezni a két oldalnak, úgyhogy
Nem tudom, mennyire szeretnétek SP példát látni, ugyanúgy néz ki, mint... Szeretné? Jó, akkor próbáljuk meg. Azt mondjuk, hogy függvényimportálás, SPI. Na, egyébként berakta, de hogy rakta be? Hát, mondom, függvényimportálás, SPI. Most engem utál vagy? Ez nem az. Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másképp kell fel reggel a nap, és másként járt a hold. Nem akarom elmenteni, menj a fenébe. No. És ez is no. Jó, most nagyon szép, üres minden. SP. Ez zseniális. Tehát aki meg tudja mondani, hogy az előbb miért nem működött, most miért működik. Ez ilyen Microsoftos, indítsd újra, lép ki lépbe. Void setup. Hogy? Nem, várj, tehát hogyha Java lenne, akkor legalább exception. Tehát ugye, mint tudjuk, a Java az a technológia, ami az XML-t stack trace-é alakítja. Tehát nem, vagy exception-né ki, hogy nem azért. Jó, tehát azt mondja, hogy először mindenképp be kell állítanunk. SPI set bit order, set data mode és set clock divider. Jó. Hol van a... Nagyon jó. Begin, set bit order, set. Teljesen jó. Azt mondja, hogy... A slave select pinnel ugye megmondhatjuk, hogy ha több eszközt kötsz rá, akkor az hova van kötve. De hát mi most tökéletesen meg lehetnénk a default-tel is egyébként. Főleg, hogyha csak egy eszközöd van, akkor akár az fölhúzhatott tápfeszültségre is, mondván, hogy te, vagy bocsánat, ez pont földre kell, mert itt látszik is, hogy van fölötte egy kis vonal, az azt jelzi, hogy invertált, tehát akkor van kiválasztva, ha le van húzva földre. Örület. Szóval azt mondjuk neki, hogy spi.begin, és mondjuk jó, akkor legyen a slave, van default slave selectje? 10-es lesz a default, nekem az jó, mondjuk jó, válasszuk ki a 10-est, és akkor mindenkinek jó kedve lesz. Igen? Az oké, okay, csak gőzöm nincs, hogy ha nem állítom be, akkor mi lesz a default, mert ugye itt írja, hogy nem, mindenképpen kell slaves, tehát mind a masternek meg a slave-nek is most lesz egy slave selectje, mert ugye az egyik ott adja a slave selectet, a másik ott várja. Tehát mind a kettő, tehát az, amelyik adja, annak az a slave select, hogy ő mind keresztül... Hát az oké, csak gőzön nincs, hogy a 4, 10, 52-ből melyikre fogja beállítani. Tehát én ilyenekben nem merek belemenni, hogy ő vajon biztosan azt állítja be a defaultnak, úgyhogy ha megadom, abból baj nem lehet. Jaj, hát ezt a túlvájöröset se dokumentálták, hogy te csak ott küldhetsz vissza adatot, amikor épp abban a kontextusban vagy. Tehát írtam is nekik, nem tudom, hogy azóta javították-e. Set bit order, LSB first. Set bit order, LSB first. És SPI pont, már csak egy dolog van hátra, az órajelet beállítani, ezt pedig ugye a... Ezt ide nyitottam, lesz set clock divider. És hát ezeket lehet a jelek szerint választani, mennyire ossza le. Hát legyen mondjuk ez a 32-höz közel van a 42-höz. És úgy néz ki, hogy mindenhol meg lehet adni ezt a slave select pint, és ez zseniális. És ugye annyira fontos, hogy mind a két oldalon ugyanazt adjuk meg. Tehát ezt majd copy-paste-elni fogom a túloldalra. Ismét a szeriát húzzuk be. Void loop. És most annyit fogunk csinálni, hogy ha írunk az egyikbe, akkor annyit csinálunk, hogy transferelünk rajta egyet, tehát volt egy transfer, azt lenyitottuk. Jézusom, van set data mód is. Azt szerintem hagyjuk meg a defaulton.
transfer. És azt mondja, hogy egy byte-ot tudunk átküldeni, és egy byte-ot vissza is fogunk kapni. Tehát legjobb, hogyha ezt mindjárt vissza is írjuk, tehát spi.transfer, serial.read. Ez egy nagyon szép ilyen matrioska függvény lett. Túloldalon pedig szerintem, hát nem is tudom, mit fogunk kapni, hogyha ezt mi megkapjuk. Azt kellene nekünk, hogyha... hogy amikor érkezik, akkor azt hogyan fogjuk megkapni? Tehát az a kérdés, aha. Egyébként tök egy Arduino Due, az ugye, wow, ez szép, mert nekünk a Due Milla nőve van, most jövök rá. Tehát igazából valóban lassan nektek lesz igazatok, hogy mégsem szükség arra a bizonyos paraméterre. És ugye annyit szeretnénk elérni, hogy kettő gyönyörűen kommunikáljon egymással. Szóljon, aki érti, hogy pontosan. A transferet olvasni is. Azt mondod? Tehát azt mondja, hogy sending and receiving, mert tehát általában a... sending and receiving, igen, írjétek elő. Az oké, okay, csak... az stimmel, csak ugye az a... tehát azért mondja, mert mindig úgy működik, hogy egyszer, ahogy küldöd azt a byte-t, azt a bitet, mindig a... tehát a mondjuk machine megy ki, master out slave in, a mison jön visszafele egy bit, azért, hogy az órajellel szinkronizálva legyen a teljes tranzakció. Tehát ez stimmel, csak az a kérdés, hogy a... aha... hogy a transfer módban... még rendben nincs... az lenne a legjobb. De igen, lehet, hogy... oké, csak hogy ezt a túloldalon hogy fogjuk elkapni, ez a jó kérdés. Tehát, hogy azt nem látom, hogy ez mennyire tud slave-ként viselkedni. Aha, library allows you to communicate with Arduino as the master device. Tehát nem írja, hogy tudnád slave-ként használni. Aha. Hát akkor viszont egy dolgot még mindig tudunk, hogy fogjuk, és ezt nekiállunk nyomatni, és megnézzük scope-pal, hogy hogy néz ki az a jelsor, amit kinyom magából. Mondjuk még érdekesebb az lenne, hogy ha láthatnánk a clockot is mellé. Te tudnál hozni egy ehhez hasonló másikat, ami tehát van elvileg másik, tehát bármilyen ehhez hasonló fej a scope-hoz az jól jönne. És akkor hogy legalább lássátok, hogy hogy néz ki egy ilyen. Tehát akkor fogjuk és a loopba inkább csak azt rakjuk bele, hogy mondjuk folyamatosan ugyanazt küldözgesse át az SPI-on keresztül. Mondjuk a 42-t azt mi még mindig nagyon szeretjük, úgyhogy csináljuk így. Szeriát azt le is kapcsoljuk. Igazából legyen egy ilyen nagyon egyszerű programunk, ami egyszerű, az nehezen romlik el. És ez a villogó ledekből fogjuk meglátni, melyikre tölti föl éppen kategória lesz. Aha, programmer is not responding. Próbálják meg még egyszer feltölteni. Na ilyenkor lehet, hogy resetelni kell. Tehát, hogyha mondjuk beragadt valami miatt egy olyan hurokba, aha, szerintem akár még működhet is. Aha, francokat. Lehet, hogy nyitva van valahol egy terminál. Ó, hogy nyitva van egy terminál. Na, erre mondtam, hogy nyitva van, akkor ilyen furcsa dolgok történhetnek. Hát most már szépen látszik is, hogy feltöltötte. És az egyik LED világít is furán, lehet, hogy arra van valami kikötve. Akkor figyeljük meg, hogy azt írja, hogy ugye master out, az akkor 11-esen lesz egyszer egy érdekes pin. Tehát a 11-es egyszer egy érdekes pin, és a 13-as...
Ez is jó, köszi. Töké. Ugye bekonfigurálom a portot, sőt, talán még ez jobb is, mint az, ami eddig volt, úgyhogy ezt is felhasználom. Nagyon jókat hoztatok. Ez az egyik kedvencem, ezt azt hiszem Pepe csinálta nekünk őket, ezek a... Na jó, az mégse jó, mert ezen nincs rajta a másik. Ezeket Pepe csinálta nekünk, és ez például azért jó, mert ilyen kis kábel végei vannak, tehát be tudod dugni az Arduino megfelelő dolgaiba. Az, hogy melyik a föld és melyik a nulla, azt nem tudom, de hamarosan megtudjuk. Ha mínusz értéket kapunk, akkor az volt a... Az a baj, nem tudom, de az a baj, nem biztos, hogy az a közös. Tehát, hogy van egyáltalán közös, bekapcsoljuk a Channel 2-t is. Hol vagy Channel 2? Kérünk egy autót. Aha, jó, ez a mínusz, tehát akkor a pluszt kihúzzuk, és azt mondjuk bekötjük az órajel helyére. Az órajel az a 13-ason fog jönni, ami azért jó, mert arra van egyébként rákötve a LED is. Tehát ilyen szempontból, hoppá, kérünk egy autót. Jó, és már csak egy feladatunk van hátra, bekötjük ezt a másikat is. Ő fogja nekünk... Jó, ezt ki is húzom innen, mielőtt baj lesz belőle. Tehát ezt a másik fejet, ezt pedig rá fogjuk kötni, hát a nullát, azt, vagy a földet, azt a közös földre, és hát a, mi ez, a 11-es a Mosi, Misi Mosi, azt meg ide kötjük be, és ha megpróbálunk hinni abban, hogy a kezem nem visz be annyi zajt a rendszerbe, hogy használhatatlan legyen. Jó, és megpróbálom egy kicsit behúzni, hogy stabilabb legyen a trigger. És akkor mindjárt majd megpróbálom elfordítani úgy a szkópot, hogy mindenki lássa. Pillanat. Trigger levelet miért nem engedi húzni? Folyamatosan a 42-es számot adjuk ki binárisan SPI-on. Ez ugye, ha leírjuk, akkor 0010010. És látható is a pirossal jelölt részen, hogy az 5 volt az a magas állapot, és ez a nyugalmi állapota is a protokollnak, illetve amikor nullát adunk, akkor menjünk le 0 voltra, amikor egyet, akkor ismét föl. Kábel ugye nem ideális, ebből látszanak ezek a kis csúnya-csúnya túllövések, mind a lefele, mind a felfele futó éleknél. Az elején pedig az látszik, hogy mivel folyamatosan adunk, ezért belelóg az előző 42-esnek az utolsó két bitje a képernyőbe, hát erre való az oszcilloszkóp, hogy periodikus jeleket figyeljünk meg vele.